Shut up and sit down. Üdvözlök mindenkit a kibeszélőben. Egyik barátom tanácsára indítom ezt a kis interaktív műsort, ami tulajdonképpen vágatlanul mutatja be a videókat, mióta elkezdtem a gyártás nyomtatással foglalkozni, hogy megosztom veletek tapasztalataimat, és a fejlődésemet úgymond saját káromon, vagy saját magam szórakoztatására elmondjam itt ebbe a kis fél órába. A Cubon figurát láthatjátok itt, hogy éppen elkezdtem festeni, a videó 300%-kal van felgyorsítva. Igazából itt a festéssel kapcsolatban szeretnék elsősorban a tapasztalatomat megosztani. Teljesen vágatlan lesz ez a sorozat itt, és csak a saját nevem alatt futó csatornán fog futni. Ezért is mondtam a saját szórakoztatásomra, igazából nem is vágom itt be az anyagot, a hanganyagot sem. Van ugye a Project Numan csatornán egy pár perces kis hogyan készült videó. Pár gondolatot egyébként a Project Numanról, mindenki azt gondolhat, amit gondol róla. Én igazából azért kezdtem el ezzel foglalkozni, ugye, hogy az embernek legyen valami hobbija. Nem is vezérelt semmilyen egyéb más cél, csak az, hogy bemutassam, inspiráljak esetleg másokat is arra, hogy hogyan kell csinálni valamit. Egyébként én folyamatmérnökként dolgozom, és minőségbiztosítási mérnökként, szóval teljesen elütnek az eddigi tapasztalataim attól, amit tulajdonképpen itt a Project Newman alatt készítek. Igaz, hogy bondolással is foglalkoztam, cirka 10 évet, de az egy teljesen más technológia. Én is ismerkedem a 3D nyomtatással, és a 3D nyomtatáson belül is, amikor ugye elkezdtem készíteni a miniatűröket, akkor ezek nagyon megfogtak, és a festés az, ami még számomra egy nagyon nagy kihívás. Egyébként megmondom őszintén, nem iszok a festés alatt, többnyire hétköznap esténként csinálom, ugyanis egyfajta kikapcsolódás ez számomra. A Cubonról egyébként annyit el szeretnék mondani, hogy egy olyan cirka 2-2,5 óra volt, ugye az első volt a Bulbasaur, azért választottam egyébként ezeket a miniatűröket, ugyanis élénk, és pár színkombinációval, úgymond pár színkombinációból le lehet festeni az egész miniatűrt, és ugye a talapzatot is, vagy basementet, ki hogyan akarja hívni. És ez nagyon-nagyon jó indulás szerintem kezdésnek. Nem tudom, hogy ki mivel szokott foglalkozni, vagy ki mivel kezdett igazából. Én megmondom őszintén, hogy én ezért választottam a Pokémonokat, ugyanis tényleg ilyen 4-5-6 szín. Nem sok, de mivel hogy nekem semmilyen tapasztalatom nem volt ebben, én úgy gondoltam, hogy nekem ez a legjobb. Élénkek is számomra a színek, és egyszerűen keverhetőek, és ugye tényleg csak alapfestési technikákat alkalmazok, már ahogy sikerülnek, tehát megpróbálom szépen kifesteni, kitölteni, lehetőleg egységes rétegre. Én is nézek egyébként tapasztalt készítőktől videókat, mint mindenki más, és ezt javaslom is. Én tényleg nem azért vagyok itt, hogy elmondjam azt, hogy hogyan kell csinálni, hanem azért, hogy én mit tapasztaltam, hogyan kell csinálni. Egyébként kezd családi szórakozássá válni, mivel hogy a barátnőm is aktívan részt vesz ebben, úgyhogy tényleg ajánlani tudom mindenkinek, ha nem kikapcsolódás szempontjából is ezt az egészet. Szóval visszatérve Cubonra, vale jó festéket választottunk, egyébként nagyon sokan ajánlják ezt is, a Model Color palettából választottam, a Model Futárról rendeltük meg őket, de egyébként onnan lehet rendelni mást is. Valószínűleg ki is fogok próbálni a jövőben másokat, más festékeket is, mivel hogy én is szeretném megtapasztalni, hogy melyik festék hogyan tapad, mi a jó, mi a rossz tulajdonsága. Egyelőre nagyon-nagyon kevés anyagból ki tudom festeni ezeket a miniatűröket egyébként, és ez egy nagyon pozitív benyomás részemről.
Ami nekem még egy kicsit furcsa, ugye az ecset használat, az ecsetek, hogy milyen ecseteket kellene venni. Vettünk olcsó ecseteket is, vettünk drága ecseteket is. Volt olyan ecset, van olyan ecset, ami tényleg 3 nullás és 1000-1100 forint volt egy darab. Nem tudom, hogy nekem drága volt, megmondom őszintén, de még nem értek hozzá én sem annyira. Viszont volt olyan, hogy vettem szettet 500 forintért. Hát ott a nagyobb ecseteknél, tehát a vastagabb ecseteknél inkább azt tudom mondani. Kifestettem vele ugye más figurákat is, amikről nem csináltam videót. Hát egy festés után ki lehet dobni a kukába, szóval hát ja, érdekes dolgok ezek. Minden esetre annyit tudok mondani, a Cubonnál az alapszín az ugye a bézs és a barna. A nagyon-nagyon érdekes dolog volt, hogy a hasát egyébként, ha jól tudom, freestyle-ba, tehát szabadkezes módba festettem ki, mivel hogy a magán a formán nincsen meg a vonal, hogy melyik a, hogy mettől meddig van neki a pocak része, úgyhogy ezt itt így kisibróval volt, ugye tényleg szoktak erről is különböző videókat mutatni, megmondom őszintén amúgy, hogy hát azért ahhoz ügyesség kell, hogy az ember tényleg szépen ki tudjon festeni valamit, amihez nincsen semmilyen sablon. Tehát azért ugye ezek a miniatűrök annyiból jók, ugye, hogy szépen elhatárolódnak egymástól a vonalak, tehát jól lehet látni, hogy a koponya hol helyezkedik a fején, ugye Cubonnak. Az is ilyen fehér, bézs, csontszín, próbáltam összekeverni. Megmondom őszintén, hogy a videó nem látszik, de két rétegbe, három rétegbe is vittem föl, és úgy csináltam meg az egyik réteget, a második, harmadikat, hogy igazából tulajdonképpen én nagyon vastagon pacsmagoltam be vele, mint ahogy a koponya is ugye, hogy érzékeltessem vele a koponyának a csonthatását. Megmondom őszintén, élőben nagyon-nagyon jó lett. Vannak a repedések a koponyán, amit megpróbáltam egyébként, bevallom őszintén, fekete filesztollal megcsinálni, szánom bánom, mert ez a leges-legrosszabb dolog volt, a leges-legrosszabb döntés volt, amit ezzel el lehetett követni, mivel miután elfestettem még egy réteget, a koponya egyébként 4-5 rétegű, maga a többi rész egyébként csak 2 és fél, attól függ, hogy kellett egy picit javítani, természetesen kellett, szóval én sem vagyok tökéletes, a videó nem látszik, mert össze van vágva, viszont ezen a videón itt ugye a háttérben, ahogy közben is megy ugye a festés, ez itt teljesen vágatlan, csak fel van gyorsítva, hogy mondtam az elején is, azért, hogy lássátok azt, hogy ez a fél óra egyébként, ugye 300%, akkor másfél óra volt csak maga a videó festés, és ugye közben pihentetni kellett a rétegek között a modellt, és most jobb modellt, hát igen. Itt látszik, hogy vágatlan, mivel hogy nem vagyok, nincs nagy beszélőkép sem, bár állítólag a kollégáim azt mondják, hogy nagyon szeretek beszélni. A barátnőm is ezt mondja, de én nem vagyok egy nagy előadó művész, úgyhogy ezért elnézést is kérek így az első videóban. Remélem, hogy a későbbiekben javulni fog majd a megfogalmazó készségem és az előadás módom is, úgyhogy visszatérve a modellre, körülbelül 2 óra volt. Ezek a kis festékek 17 ml-esek. Én el nem tudtam képzelni, hogy most mondom, 17 ml-ből mit lehet kihozni. Tényleg 3-4 cseppből kifestettem ezt a kis Cubon modellt. Ami érdekesség hozzá, egyébként ugye, hogy gyontásnyomtatóval készült. Én eddig FDM nyomtatókkal nyomtattam, és ugye a csatornán a projekt nyomonon, és az látszik ugye, hogy teljesen do it yourself, vagy ugye csináld magad, vagy ilyen megoldó videókat készítettem, vagy inspiráló videókat, vagy ugye régi játékok, amiket ugye gyerekkoromban ugye láttam és játszottunk vele, és hogy mikre nem lehet használni. És a gyantás nyomtató nekem is teljesen új volt, de viszont ugye a FDM nyomtatónál, amikor kérték tőlem a egyik ismerősem, hogy nyomtassak már neki ki Dungeons & Dragons figurákat, iszonyatosan nagyon-nagyon nagy szopás volt vele. Ezt tényleg több száz órát beleöltem ebbe. Abból is van ugye videó, tényleg nézzétek meg, ott le is írom a tényeket, próbálok is mindig csak a szűk tényekre hagyatkozni, és akkor jöttem rá, hogy nekem kell egy gyantásnyomtató, de viszont a gyantásnyomtatás az egy teljesen más világ. Egy mérgező, toxikus, tényleg nagyon-nagyon furcsa egyébként ugye a gyantának, hiába hogy írják, hogy színtelen, vagy szagtalan pontosabban, hát én nem tudom, én bírom a szagokat, ugye
anyagmérnökként ugye ezzel együtt is élek, a szakmából kiindulva, de tényleg ennek a gyantához tényleg kell egy olyan dolog, hogy meg kell barátkozni ezzel, én mi is barátkozunk vele. Egyébként a maga nyomtatós munkahely jelenleg ugye az emeleten van a házunkban, de ezt nagyon gyorsan ki kell költöztetni, úgyhogy készítünk hozzá egy külön kis műhelyt, és akkor valószínűleg mindenki jobban fogja bírni ezt a gyantás szagot. Egyébként megmondom őszintén, ugye, hogy én is ismerkedem vele, ezért különböző gyantákat veszek folyamatosan. Megmondom őszintén, hogy igen, egyébként sok nyomtatásom nekem is kárba vész, ugye én is csatlakoztam ilyen Facebookos csoportokhoz, ahol azért támogatják az embert és segítenek, úgyhogy tényleg, hogyha valaki kedvet kap hozzá, akkor nyugodtan csatlakozzon, nézze a bejegyzéseket, beszélgetéseket, vannak viccesek, vannak hasznosak, és tényleg segítenek egyébként az ottani tagok ugye az újoncoknak. Külföldi oldalakon is érdemes, külföldi csoportokhoz is érdemes besatlakozni, ott nagyon-nagyon barátságosak, nagyon-nagyon segítőkészek. Én is egyébként ugye nagyon sok ilyen külföldi oldalon is rajta vagyok, ahol csak a külföldiek vagy angol nyelven folyik a beszélgetés, vagy francia vagy német, van aki spanyol is ugye, és vannak azért érdekes dolgok a festési és a nyomtatási oldalról is. És tényleg próbálom nézni mások munkáját is. Hát van, aki be is adlakozott a noob csoportba, a festő noob csoportba, hát aztán olyat recsített oda az első képhez, hogy mondták neki, hogy akkor inkább menj át egy másik csoportba, mert ez, amit te csinálsz, az nem ugyanaz a szint, ahol mi vagyunk. Úgyhogy, ja, sajnos vannak negatív tapasztalatok is, igazából én azokról is szeretek beszélni. Hát ezt mindenki döntse el maga, hogy kivel áll levitatkozni, mikor és hogyan. Úgyhogy visszatérve, nekem egy Elevo Mars lett teljesen véletlenül, gyantásnyomtató, tényleg barátkozunk lassan egy hónapja egymással. Sajnos nagyon sok nyomtatásom kárról ész, úgyhogy ja, hát ezekről nem dicsekszek én sem, de mondjuk egy sokszor egy videóban, ugye nem tudom, vannak ilyen videók is, sokszor egy videóban, amit látunk egy 10 perc, abban körülbelül nekem is egy ilyen, hát egy jó 24 órás melon van. Tehát azt, hogy elkészítsem, felvegyem, levágjam, videózzam, fényképezzem, előkészítem, utána lementem, összevágom. Egyébként nekem körülbelül olyan, nem is tudom pontosan hirtelen, talán 25-30 videóm van összesen égen földön eddig, amit megosztottam, és azt kell, hogy mondjam, hogy hát majdnem egy Winchesternyi, tehát 250 gigabyte vagy 300 gigabájtnyi adat már simán összejött csak a képekből, a videókat meg már hát le is kellett archiválni egy 1 terás meghajtóra, és ez csak a videó, ez csak a videózási része. Ugye nagyon sok olyan dolog van, amit ugye nem is mutatok be, igazából én tényleg ezt hobbi szinten űzöm, és nekem ez csak kikapcsolódás, mivel hogy nekem van saját szakmám, és az annyiban jó egyébként ugye, hogy ez a festés ez pluszba még kikapcsol, ugye ezért ebbe az autóipar, egyébként elmondhatom, autóiparban dolgozom, nem szeretném ezt tovább részletezni, az elégért idegölő és emberpróbáló feladat, főleg mostanában, úgyhogy nagyon-nagyon jó kikapcsolódás tud lenni. Visszatérve viszont Cubonra, mert szeretek elkalandozni, de ennyit szerettem volna, hogy az első videón egy kis kalandozásokba is keveredjünk, mivel hogy szeretném, hogy megismerjetek. Cubonra visszatérve, pont itt látható egyébként, ugye, hogy festem a koponyát. Nekem sose volt jó érzékem egyébként a festéshez, viszont hát nem tudom, hogy a évek és a rutin, vagy pedig a pálinka, de sokat szokott segíteni arra, hogy ne remegjen a kezem, és egyébként amúgy büszkés vagyok egy picit magamra, hogy sikerült úgy lefestenem a figurát például. Barbaszaul nem sikerült ilyen jól, hogy nem látszik, hogy az átmenetek azok, hogy azok egymásba folynak-e vagy nem, vagy pedig ugye, hogy el van rontva. Én a Barbaszaulon, amíg a videóban is látom, hogy pontosan hol van az a festék, ahol például nem sikerült jól kikevernem. Mert ugye ott a hátulján a zöld, az volt ugye világos zöld, volt rajta egy mosás, egy lemosó, volt rajta fekete vonal, és utána még volt rajta egy a lemosó után egy még egyszer ugyanaz a lap sötét zöld, és viszont alul meg ugye világos zöld volt, és az ugye ez egy kicsit keverve is lett, ha jól emlékszem, próbáltam higgítani, és annyi a lényeg, hogy azért az alján a tövébe
észre lehetett venni. Én legalábbis észrevettem a farok résznél, ugye, hogy hát, ott sajnos elrontottam. Ezt utólag javítottam, de ugye a videón én ezt már nem tudom javítani, úgyhogy igen. Úgyhogy ennél így büszke voltam Cubonnál, hogy sikerültek egyébként. Amúgy nincsenek nagyon-nagyon nagy dolgok. A szem, az egy nagyon-nagyon nehéz dolog volt. Itt sikerült először talán az, amikor azt tudom mondani, hogy van benne egy, ugye a csontváz alatt van egy barna kis vonalka, egy L alak, és utána kellett ugye feketére befesteni, és arra kellett egy kis fehér kötyöt csinálni. És vettem ugye egy külön erre a szemre egy nullás festéket, ami nagyon-nagyon vékony, és meg is sikerült úgy tekerni magát az ecsetet, hogy tényleg egy nagyon vékony kis pöttybe van benne, és akkor azzal próbálom megfestegetni a szemet. Hát nagyon sokat kell gyakorolni. Van fent egyébként egy fizikusnak a videója a YouTube-on, és ő mutatta el, hogy szorítsd be a könyöködöt ugye a testedhez, és ugye úgy próbáld meg festeni a szemet, vagy ugye, hogy úgy tulajdonképpen ilyen dupla tartást tartson az ember. Érdemes megnézni. Szerintem ő is hobbiból kezdte el csinálni, egyébként azért elég nagy követő távra lett a mai mára. Nem is tudom, hogy hány évvel ezelőtt történt. Nem akarok hülyeséget mondani, de ha jól emlékszem, ez úgy jól emlékszem, egy hosszú hajú csávról van szó, és érdemes megnézni, hogy painting, miniatures, all you need to know, talán valami ilyesmit kell beírni. Ja, vannak tényleg nagyon jó tanácsok. Magyarul én nem találtam egyébként semmit. Pontosan ez az, ami az egyik részben inspirált, a másikban pedig ugye egy barátom mondta el, hogy az rendben van, hogy készítek ilyen videókat, de ha készítek ilyeneket, akkor gondolkodjak el rajta, hogy mutassam meg azt is, hogy ez valójában mennyi idő volt elkészíteni, úgyhogy én az ő tanácsát megfogadva kezdek ebbe bele. Ismétlem, a videók aljában meg fogom jegyezni, de ezt nem fogom reklámozni, itt a saját nevem alatt futó csatornán fel fogom tölteni, és aki akarja, az megnézi. Itt látható pont a szemnek a festése volt, ugye a videóban is itt kezdődik. Egyébként folyamatosan nézek, tehát nagyon sokan használnak ugye hozzá, én legalábbis úgy gondolom kezdőként, én ezt javaslom is, hogy egy mintaképet, ugye egy mintakép alapján fessük le. Nagyon sokféle színben vannak fent ezek a Pokémonok is. Én kiválasztottam egyet, ez fenn is van a videónak az elején, ha jól emlékszem, és meg is lehet jegyezve a forrás is, és én is az alapján indultam el. Nagyon sokan vannak, akik megnézik a képet, és utána egy kis impróval is ugye utána hozzáadják a saját értéküket. Itt egyébként amúgy ugye a hozzáadott érték az az, hogy kézzel van festve, és azért én sem tudom, megpróbálhatja az ember leutánozni, nem fog menni teljesen, tehát ebbe az én saját szín összeállításom is megvan. Megmondom őszintén, még egyszer nem tudnám összehozni. Ehhez viszont javasoltak nekem, vagy javaslok is, hogy egy kis füzetke, és akkor ugye lemérni előtte a figurát, mennyi volt, utána levérni, amikor felhozom a festéket, mennyit csöpögtetek össze, mit tudom én, egy csepp ennyi, két csepp ennyi, valaki pipettázik, tényleg annyiféle minden dolgot lehet az elején összeírni. Ha valaki tényleg komolyan akarja tanulni, egy kicsit ilyen, hogy úgymond, ez olyan, mint a főzés egyébként, én azt tudom erre mondani, hogy az elején mi is azt írtuk, hogy mindent pontosan, precízen lemérni, megcsinálni, egy-két alkalom után az ember ráérez egyébként az ízére, azt tudom mondani. Ami nekem nagyon bejött egyébként, a száraz festés. Ha lehet, akkor alkalmazom. Ennél a kis figuránál iszonyatosan jól sikerült. Nem, a mai napig nem tudom, hogy mesmékszerben hogy hoztam össze rendesen a figurát és a talapzatot. Ugyanis a videóban mutatok egyet, hogy ez hogy történt. Össze lehet hozni, de valahogy sikerül úgy betöltenem és úgy összepárosítani. A mesmékszert is tanulom, hogy egyből összeadta őket és párosította is őket. Lehetett úgy is csinálni, hogy a videóban mutattam, ugye, hogy align és combination és blablabla, bla, bla, meg ugye beméretezni a figurát, mert a figura sokkal nagyobb egyébként, amikor letölti az ember a basementhez, vagyis a talapzathoz képest. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon jó eltalált aránypár volt az alapzathoz és Cubonhoz is képest.
és a talapzat festése az iszonyatosan jól sikerült, ugye egy sima világos szürkét alkalmaztam feketével, és a fekete pedig az első réteg szürke volt, utána pedig a feketével rámentem csak száraz festéssel, miután megszáradt a szürke, és utána megint rá a szürkével, és így sikerült úgy előhozni ennek a kőnek a sarok hatásait, hogy egy rendesen meglepődtem. Az alján egyébként amúgy szerintem egy kicsit egyébként tanástalan voltam, ezért is lett barna. Megmondom őszintén, hogy jobb lett volna, lehet egy kék, vagy egy világosabb szín még, hogy ezt a barlangos hatást keltsem. Így utólag belegondolva lehetett volna persze más szín is, sajnos most már barna lett, úgyhogy... Egyébként ez a második kör, amit pont láttok itt hátulról, tehát ez ugye, amikor még egyszer végigmentem mindenen, itt már a fejen már harmadjára vegyek végig. Egyébként a videóval miután nem vettem fel, de utána még kétszer végigmentem, ugye pontosan azért, mivel hogy elrontottam, hogy fekete fűszollat használtam a repedéseknél. A probléma az, hogy a fekete fűszoll a repedéseknél utána az kék lett. Mikor végigmentem rajta kétszer, képzeljétek el, hogy teljesen álfette, nagyon örültem neki, másnap reggelre átütött rajta a fekete félsztól, és ugyanúgy az a kékes behatás, tehát azért még egyszer végig kellett menni. És miután még egyszer végigmentem, akkor tűnt annyira egy kicsit szürke behatásnak, hogy azt mondtam, hogy na jó, rendben, oké, akkor ez így most már számomra is elfogadható. A barátnőm azt mondta, hogy neki amúgy is tetszik, szerint is jó lett, nem olyan rossz az elsőre. Én azért egy kicsit maximalista vagyok, de így azért plusz két réteg javítással a oldalakon, mivel az oldalakon van a repedés, sikerült annyira megcsinálni, hogy számomra is elfogadható. Itt megakadt a videó amúgy. Már nagyon sokat használtam az egyéb képet, mert közben viszont visszanéztem, hogy hányszor mondtam, lehet inni rá egy pálinkát. Amit akartam mondani, hogy a kezemben lévő miniatűr tartó a festéshez, az ugyanúgy általam nyomtatott eszköz, mivel hogy próbálok mindent saját magam elkészíteni, ami úgy kb. Ugyanannyiba kerül, mintha megvettem volna. És közben rájöttem, hogy nem igazán lenne rá szükségem, mivel hogy ezeket a talapzattartósakat, azokat bele lehet ebbe tenni, de én úgy érzem, hogy ha majd eljutok oda, hogy airbrush-sal kezdek el festeni, akkor lesz ugye számottevő haszna ennek a kis miniatűr talapzat tartónak. Minden más esetben, ahogy láttam, felragasztják gyurmával, ragasztóval, vagy valami hasonló dologgal magát a figurát ennek a tetejére, vagy egy borosüveg kupakra, vagy gyógyszeres dobozt alakítanak át, ugye, hát mindenki maga azt csinál, amit akar, lehet én is örülök egyébként, még egy feles. Szóval én is lehet, hogy a későbbiekben fogok még ilyeneket magamnak is készíteni. Hát egyébként ez egy drága hobbi. Amiket én vettem, csak egy kezdő festék készlete, 19 szett volt benne, ebből 3 darab ecset. Tehát a 19-ből tulajdonképpen 16 darab volt kis festék, és abból is egy lemosó, vagy kettő lemosó, hát akkor ugye akkor 14 darab kis festék. 19.000 forintba kerül. Azért, ahogy tényleg szokták mondani, ezekben a csoportokban is, ahol tényleg szoktam látni, We Love Miniatures, lalala, nem akarok semmit reklámozni, félre ne értsetek, Painting Noobs, sokan szokták mondani, azért ez egy drága hobbi. Igen, ez egy drága hobbi. Lehet egyébként az Osamból is venni ugyanúgy akril festéket, vettem is egyébként, hopp, még egy feles, vettem is, és hátul a kutyánk éppen kaját kunyerel, most látom vissza. Hát 300%-a fel van gyorsítva, úgyhogy gondolhatjátok, hogy milyen kitartó egyéb, hogy a konyhába állandóan megérzi messziről, hogyha van valami. Ha van valami étel készül, még ha sunyiva is, úgyhogy... Na mindegy, visszakanyarodva. Én is vettem az Osamból. Felénk Osam van. Mit tudom, másfele más van. Vettem akrilfestéket, azzal kezdtünk el festeni.
Még az FDM nyomtatóval nyomtattam ki sárkányt, például azt az osonos akril festékkel van festve, ahhoz képest egyébként nem lett rossz. Ott lehet gyakorolni. Az a baj, hogy kb. Ugyanannyiba kerül, mint ezek a festékek, csak viszont az ott kb. 100 mil és 200 mil is kiszerelésben van, szóval örök élet plusz egy nap valamit leválik, tehát ahhoz nagyon elő kell alapozni. Úgyhogy érdekes dolog ez. Gyakorolni az jobb egyébként. Hopp, még egy feles. Lassan én is elkezdek inni. A következő részben majd megpróbálok más szókincsel operálni. Szóval visszatérve, mi az osanosra kezdtük el. Osanba vettünk ilyen saját valami no-name akril festékeket. Nem sokat, ott egy 10 darabot, az is egy 10 000-es volt, ha úgy vesszük. Viszont abból lehet dökivel kenni. És a sárkányra fért is bőven. Ami érdekesség, hogy voltam ilyen művészellátó boltokban, alapozó, airbrush festék, ugye ezek nincsenek még lelakkozva, amiket itt mutogatok, mivel hogy ott is mondták, hogy hát menjek el a autófesték boltokba, ott kapok legjobb alapozókat, úgyhogy még én is tényleg megpróbálok tapasztalat szerezni, amint megvannak, természetesen meg fogom osztani veletek a későbbiekben. Úgyhogy ez egy nagyon jó tanulság, hogy nem szabad venni az ilyen, nem szabad egyből venni, hogyha tényleg segítőkészek, mint hogy velem segítőkészek voltak a boltba, mondta a srác, hogy negyed áron, még annyin sem. Tehát a magyar ember azért magyar ember marad, megpróbál, pont itt van a száraz festés, megpróbál okosan élni, és tényleg több ezer forintba kerülhet, több ezer forintba kerülhet egy alapozó, amit ugye nem tudunk kihasználni. A gyantánál még én is próbálom, ez például nincsen lealapozva, a barbaszaul le lett alapozva. Viszont az érdekesség az, hogy a barbaszaul, hogyha nem hagytam egy napig száradni, akkor felvált az első festés, ami ugye tulajdonképpen a videó ment a hibás videók közé, amiket szoktam néha csinálni, valami vicces, valami nem annyira, amikor, mit tudom én, 16 órát nyomtattam, és akkor ki le kellett dobni az egészet, volt sajnos ilyenem is, mikor még az ABS-szel próbálkoztam, arról is készítettem egy videót, hát azok nem ilyen boldog videók, de vannak viccesek is köztük. Na mindegy, visszatérve erre, hogy itt a festésnél is pontosan ugyanez van, hogy a balbaszaúrnál is, hogyha nem vártuk meg az alapozót, akkor onnantól kezdve felvált a rá festett festék az alapozóval együtt. És ott maradt alatta a gyanta. Egyébként sokan meg szokták csiszolni, alapoznak, csiszolnak, tényleg nagyon sok nagyon ügyes ember van egyébként ezekben a csoportokban, és aki ugye árulja is ugye saját modelleket is, meg készít is. Én is szeretnék majd a későbbiekben, egyelőre a festéssel meg a nyomtatással töltöm mindennapjaimat, és próbálom nektek itt megmutatni, hogy én hogyan fogok fejlődni. Lassan egyébként a videó végéhez érünk, remélem, hogy tetszett, és örülök, hogy ebbe a fél órába velem tartottatok. Ahogy jönnek a következő videók, így fogom bemutatni azt, hogyan készült is. Ne felejtsetek el feliratkozni, és megnyomni a harangombot, és találkozunk legközelebb. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Sziasztok!